Zsuska a homlokát törölgette. Erősen tűzött a nap, és ő nagyon elfáradt. Kora reggeltől a földeken kapált. Régebben sokkal jobban bírta a munkát, de aztán elintézte magában annyival, hogy öregszik. A földekről hazafelé megszaporázta lépteit, hisz ebédet is kell még főznie. A dom mellett azonban önkéntelenül lassított, mintha valami láthatatlan erő húzta volna vissza. Megremegett. Gyomra tájékán, ahol mostanában tompa fájdalmat érzett, jó leső melegség futott végig, mint gyermekkorában, amikor a karácsonyt várta. Le kellett, hogy üljön a domb tövébe. Ahogy teste a földdel érintkezett, a kellemes érzés még jobban átjárta. Hanya dőlt, fejét a dombhátnak vetette. Szeme lassan lecsukódott. Arra gondolt, ha valaki erre vetődne, biztosan megszólná, hogy dolog időben csak henyél itt a földön. A domb vonzását nem csak Zsuska érezte, hanem mindenki, sőt, még az állatok is. Nem volt olyan vonuló madársereg, amely ne kanyarodott volna erre, s úgy folytatták útjukat távoli otthonuk felé. Egyszer egy egész daru csapat szállt le, teljesen belepték a halmot. Volt, aki nyíltan beszélt a domb mágikus erejéről, de sokan még maguknak sem vallották be, hogy a közelében furcsa érzés keríti őket hatalmába. Nem csak a szomszédos tanyákról, de még messzebbről is kezdtek idejárni az emberek, sokan viszont rosszalúan figyelték a gyanús boszorkányságot. Aznap, amikor Zsuska a domb tövében megpihent, felhős volt az ég. Éjjel a teli hold is csak egy-egy pillanatra bukkant elő a sűrű, fekete felhők mögül. A távolban bagolykú vikolcs hamarosan leszállt a dombra. Egyszer csak szélroham söpört végig a pusztán, és nem csak a füvet döntötte meg, hanem a felhőket is odébb terelte. A teli hold immáron teljes pompájában ragyogott, s ahogy fényét a földre vetette, látni lehetett, hogy a dombtetőn egy csodaszép tündéri alak áll, áttetsző selyem ruhában. Köszöntelek, barátom, szólt a bagolynak. Már egy hónapja nem találkoztunk. Üdvözöllek, hold sugár, kuvikolta a madár, majd felröppent. Vezess! Szólt neki a tündér, és serényen elindult a nyomában. A bagoly egy aprócska, nádfedeles ház tetejére szállt le. Holdsugár benyitott a házba, az ajtó szélesre tárult. A látogatónak nem kellett gyertyát gyújtania, a sötétben a szeme, mint egy mécses világított. A sarokban két gyermek aludt. A dupla ágyban a dunyha alatt férfi horkolt, mellette az asszony, aki délután megpihent a domb tövében. Holdsugár óvatosan rátette kezét Zsuska hasára. Érintésére az asszony felébredt és összerezzent, de a tündér bátorítólag rámosolygott. Ne félj, mondta neki hang nélkül. Zsuska mégis megértette. Kezével aztán elkezdte simogatni az asszony hasát. Előbb lágyan, majd egyre erősebben. Minden rendben lesz, szólt hozzá gyengéden, s kezével megtörölgette Zsuska homlokát, akinek a killódás után lassan újra álom jött a szemére. Holdsugár pedig, amilyen némán jött, úgy távozott. Micsoda dolgokat álmodtam, mondta az asszony ébredező férjének reggel. Aztán mit? Kérdezte az ember, s lassan kikászálódott az ágyból. Azt, hogy itt járt egy gyönyörűséges angyal áttetsző ruhában. Na, kacsintott huncutul az ura, ezt inkább én álmodtam volna. Menjen már valahova! Pörölt Zsuska tettetett haraggal, de közben majd kicsattant, olyan könnyűnek érezte magát. Nem tudhatta, hogy az utóbbi időben fáradtságát a hasában csírázó betegség okozza, amit egyetlen érintésével messze űzött holdsugár. Nyár végén történt, hogy a falu bírója a vasárnapi ebéd után elszundikált a kertben.
A napsugár azonban egy viperát is előcsalogatott, és ahogy ott tekergőzött a fűben, belemart a bíró lábába. A fájdalomtól nem csak felébredt, hanem fel is ordított. A kiáltásra összecsődült a nép, s gyorsan orvosért küldtek. Egy bősz paraszt közben a viperát a villájával agyoncsapta. Mire a doktor megérkezett, a bíró már szinte eszméletlen volt, feldagadt bokája ellilult. Elég volt egy pillantást vetnie rá, s az orvos tudta, itt már nem segíthet a tudomány. Imádkozzanak, szólt lemondóan az emberekhez, azzal elhajtatott. A maga tehetetlen bírót bevitték a szobába, az asszonyok körbeülték az ágyát, és buzgón nekifogtak a rózsafüzérnek. Amilyen szép idő volt délután, estére úgy elváltozott. Mire lebukott a nap, az eget fekete felhők takarták, és a szél is feltámadt. A dombon hullámot vetett a fű, s holtsugár ismét megjelent. A bagoly már várta, kuvikolva mutatta az utat. A bíró szobájának ajtaja megnyikordult, mire az asszonyok odakapták tekintetüket. A tündér szép jövevény odalépett az ágyhoz, és kezét a bíró felduzzadt bokájára tette. Az érintésre a bíró megmozdult, majd felült. Az asszonyok meglepetésükben felugrottak, majd egymás szavába vágva sípítoztak. Maguk meg mi a csodát keresnek itt? Nézett körbe csodálkozva a bíró. Az asszonyok a jövevényt keresték, de az már nem volt sehol. Egymás szavába vágva magyarázták, szegény bíró a felét sem értette karattyolásuknak, csak annyit tudott kivenni, hogy egy tündérszép alak érintésétől gyógyult meg. Miután az asszonyok elmentek, a bíró egy darabig még simogatta fájós bokáját, de aztán lassan elszenderedett. Álmában egy gyönyörű selyemruhás látomás jelent meg, szeme ragyogott, mint a csillagok fénye. Köszönöm, motyogta a bíró derűs arccal.